Ugye itt nem messze van tőlünk Beled, ugye ott is van egy önkéntes tűzoltó csapat, van közbiztonsági referens. Már város ugye Beled, milyen szinten van ez besorolva, ezt így el lehet most mondani? Kettes besorolása van Beled városának, különböző szempontok alapján soroltuk be őket. Itt belvízi veszélyeztetettség, árvízi veszélyeztetettség, közlekedés, nagyon fontos, ugye még a 86-os útot ment, és nagyon terhelt volt a forgalma, többször adottak ott problémák, ugye Beled mellett a Répszak környékén, ugye a téli időszakban kiemelt kockázati helyszín egyébként, többször akadtak el járművek, és szükség volt bizony arra, hogy Beleden befogadó helyet kellett kinyitni, hogy a úton rekedteket el lehessen helyezni. Ugye speciális helyzete van a városnak, hiszen az M86-os most ugye ott megy el mellette, ez is gondolom katasztrófa védőknek egy plusz feladatot is adhat, hogyha mondjuk valami probléma gond van. Így van, tehát szeptemberben újra végig kell gondolni a besorolási szempontokat, és nyilván súlyozottan fog szerepelni a 86-os útnak, a fő közlekedési útnak a terheltsége, illetve a régi 86-os útnak, hogy az mennyire fog veszélyes útként szerepelni. Nyilván az utat úgy építették meg az újat, hogy figyelembe vették ezeket az időjárási anomáliákat is, és azokat a helyszíneket, ahol általában havazás vagy hófúvás szokott lenni, azt a pályatestet megemelték, tehát ezzel megvannak a megfelelő mérnöki lehetőségek. Hát egyelőre még olyan télen nem volt, hogy vizsgázott volna, vagy kellett volna vizsgázni, ebben a télen nem volt probléma a 86-os úton. Hát majd meglátjuk, hogy egy nagyobb havazásnál milyen problémák jönnek elő. Köszönöm. Szívesen.